Lassan teljesen kiürülnek a kalocsai könyvtár polcai, egy ideje már tart a dobozolás, hiszen elkezdődött a költözködés az új helyre. Jelenleg azokat a folyóiratokat és könyveket kötik össze, amelyeket valószínűleg már nem igazán fognak keresni az olvasók. Ezt a folyamatot a szakma apasztásnak nevezi. Amit több éven keresztül, 5-10-20 évig nem emeltünk le a polcról, az igazándiból halott anyag. De ha valaki úgy gondolja, hogy ez nagyon nagy veszteség az olvasó, a város számára, annak azt üzenjük innen is, hogy minden irodalmat meg lehet szerezni, nagyon jól működik a könyvtárközi kölcsönzés. A dobozolás során megszaporodott az ingyen könyvek száma, és várhatóan a következő hetekben még több fog kikerülni a könyvtár előterébe. Így már nagyobb kínálatból lehet válogatni az olvasóknak. A selejtezéssel párhuzamosan folyik a munka a Szent István Király úti épületben is, hiszen mint ahogy már korábban hírt adtunk róla, a gyermekkönyvtár mellé költözik a felnőtt részleg. A főiskola második emeletét teljesen a könyvek veszik a birtokukba. Már a helyiségek is fel vannak osztva, megvannak a látványtervek is, amelyeken jól kivehetőek az új terek. Ezek az ajtók mögött lesznek az irodák, mellettük az olvasóterem, amit most éppen festenek, és várhatóan így fog később kinézni. Illetve a hosszú folyosóról nyílik majd a kölcsönző, amit ilyenre álmodtak meg a munkatársak. Ez 11 nány helység, igazán aminek nagyon nagy jelentősége van, hogy hogyan, miként alakítjuk ki a kölcsönző részleget, a kölcsönző teret, illetve az olvasótermet. Tehát erre különösen nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ide, erre a két helyre csak olyan anyagot helyezzünk el, ami használható, aktuális. A munkálatok a tervek szerint haladnak, így valószínűleg még tél előtt lezajlik a költözködés. A könyvtár folyamatosan nyitva lesz, csak október elején várható egy-két hétre a bezárása, amikor a kölcsönözhető anyagot hozzák át túlról és rakják a helyére.